Baloldalon a megjelenés részben, ugye a sablonokat kiválasztva láthatod, hogy éppen melyik az az aktív sablon, ami ezen az oldalon aktiválva van. Ugye itt mutatja, hogy bekapcsolva mondjuk ez a sablon. Itt, hogyha a szabás gombra kattintok, akkor tovább tudom ezt állítani, ezt a sablont. Hát itt is választhatnék a oldalon a testeszabásra. de mondjuk tegyük meg ezt, hogy szabás, Ilyenkor megjelenik maga az oldal. És bal oldalon láthatsz egy, egy olyan részt, ahol testre tudod szabni az oldalnak a beállításait. Ezt itt most leállítom. Jó, és akkor itt azt mondjuk, hogy színek, itt egyszerűen át tudod változtatni háttérszínét, például oldalsáv háttérszínét. De nagyon egyszerűen és gyorsan meg tudod ezeket tenni. Ugye a honlap nevét át tudod írni egy soros leírását. Tehát itt értelmszerűen kell kipróbálgatni, itt most mindenen nem fogunk végigmenni, hiszen minden egyes sablonnál ez teljesen máshogy néz ki. Ugye ez egyszerű sablon, és az egyszerű sablonnál itt elég kevés beállítási lehetőséged van, de mondjuk egy, egy sokkal bővítettebb, fizetett sablonnál itt elég sok lehetőséged van, amit át tudsz állítani de ez nagyon megkönnyíti a dolgodat, nagyon könnyen tudod itt testre szabni az oldaladat, és persze lesz olyan dolog, amit itt nem tudsz beállítani, de azért sok mindent ilyen kezdő szinten ezeket itt meg tudod tenni, illetve ami egy ideje már benne van a, a Press-be hogy sablont is tudsz itt váltani, tehát egyszer azt mondod, hogy váltás, egy teljesen más sablont itt ki tudsz választani, és onnantól kezdve testre tudod ezt szabni, és hogyha mondjuk úgy érzed, hogy oké, okay, ez most kész van, akkor el tudod menteni, aktiválni tudod, és onnantól kezdve az lesz az aktív sablonod. Az X-re kattintva bármikor ki tudsz lépni, így, és akkor visszalép a magára a kezelő felületre. Egyébként a legegyszerűbb mindig az, hogy rákattintasz a testeszobásra, bejön és elkezded kipróbálni, átállítgatni az értékeket, és rögtön látod azt, hogy mi az, ami változik. Én a számítástechnikában is sok mindent így tanultam meg, hogy egyszerűen mertem belevágni, elrontottam, újból próbáltam, és rengetegszer tanultam meg így is. Az, amit megtanultam, ebben a formában az meg is maradt, és az, az mindig egy olyan dolog, hogyha a saját hibáidon keresztül megtanulod ezeket, akkor azok mindig meg fognak maradni, és elő fognak jönni, és azok tényleg egy megtanult dolog lesz az egészből. Úgyhogy érdemes kísérletezni, én azt mondom, hogy lehet, hogy érdemes egy ilyen kísérleti oldalt létrehozni, ahol mersz, és bátran állítgathatsz ilyen dolgokat, és hogyha probléma van, akkor sincs akkor a gond, mert hát az nem az éles oldaladon van, hogy próbálkoz, a legtöbbet így fogsz tanulni. Köszönöm a figyelmed!